sokak számára. Ez a dallam. Ki az, aki tudja, hogy mi volt ez? Hát ugye most online térben találkozunk, sajnos élőben most nem tudtuk folytatni a koncerteket, de a lelkesedés az töretlen. És bemutattam Nagy Pétert, zongoraművészt, aki a mai alkalommal a partnerem lesz, és nem hogy partnerem, hanem egyedül is fog játszani. Hát ismét Beethoven a főszereplőnk, viszont ez a dallam, amit most játszottunk, ez Mozarté. Hangról hangra ugyanezt írta, és a varázsholából gyerekeknek is, felnőtteknek is egyaránt lehet ismerős. Talán az kevésbé, hogy hol is van ez az operában. Azt fontosnak tartom elmondani, hogy ez a Bei Männern welche Liebe fühlen című ária, vagyis amikor az ember szeretetet érez valamilyen nyers fordításban, valahogy így mondanám. Tehát itt arról van szó, hogy Pamina és Papageno a szeretetről énekel. Vagy hát szerelemről, ki hogy értelmezi. De az az érdekes, hogy ez egy duett, de ugyanakkor nem egymáshoz éneklik, hanem egymással, egymás mellett. Mind a ketten vágynak a szeretetre, a szeretettségre, és aztán a szerencsére meg is kapják az operában. Tehát Beethoven, aki, mint megtudtuk, sose találkozott Mozarttal, de hallotta ő is, meg ismerte, valószínűleg mindenki ezt fütyörészte Bécsben az utcán, és őt is megihlette, nem csak ez, hanem más variáció is vannak, amit a sorozatban majd még fognak hallani, vagy fogtok hallani. És nyilván annyira izgalmas volt ez a téma számára, hogy megihlette, és 7 variációt írt csellóra és zongorára. 1801-ben, vagyis 11 évvel később, hogy Mozart megírta. De ezt úgy kell elképzelni, hogy most is valami nagyon nagy sláger lenne. Ezt most úgy hívják, hogy cover. Ugye csinált egy covert a Beethoven a Mozart dallamra. Azt érdemes megfigyelni, hogy miket tud kihozni ebből a dallamból. Rögtön az első variáció az nagyon távol lesz már ettől a lírai éneklő bevezetőtől, a témától. És utána egyre messzebb megyünk, olyan messzire, hogy már igazából ez az alapvetően vidám dallam teljesen árnyékolt és sötétebb formáját mutatja. Aztán még minden variáció sorozatában Beethoven egy lelassított verziót is ír nekünk, azaz Adagio leglassabb lesz, az utolsó előtti variáció. Érdemes ilyenkor számolni. Nekem szokott segíteni, egyrészt amikor gyerek voltam, azért hogy tudom, hogy mikor lesz már vége, de aki kevésbé unatkozik a darab alatt, akkor is segíthet, hogy tudja, hogy hol tartunk. Ez általában hallatszik is egyébként. A lassú variáció az a 6. lesz, és olyan, mintha egy utolsó ilyen megnyugvás lenne, mielőtt aztán visszatér. A 7. variációban már teljesen felismerhető formájában a téma, de egy kicsit olyan, hát ha úgy tetszik, ilyen parasztosabb felhanggal, de... Népzene. Köszönöm szépen, népzenésebb lesz, ami egyébként tudjuk, hogy Mozarttól sem állt távol. Én azt gondolom, hogy ha Mozart ismerte volna Beethovent, vagy ezt a darabot, akkor jóvá hagyta volna. Szóval most hallgassuk meg egyre a 7 variációt.
akkor átadnám a szót Nagy Péternek, aki egyedül fog előadni egy zongoraszonátát. Igen, a G-dur szonátát, ami talán az egyik leghumorosabb darabja, leghumorosabb szonátája Beethovennek. Egy pár szót mondanék mindegyik tételről. Hát miben is nyilvánul meg ez a humor? Az első tételben, ahogy a kezek próbálják egymást elérni, catch me if you can. Ez állandó aszimmetria, ez egy nagyon érdekes hatást kelt. A második tétel pedig egy olasz áriát próbál imitálni. Elég rossz darabnak tűnik, furcsa, de talán éppen egy paródiának is fölfogható ez a tétel. Hát olyan figurációkat próbál meg bemutatni, amit egy énekes soha nem tudna. Tehát valószínűleg egy kicsit egy ilyen görbetükör ez a második tétel. A harmadik tételben pedig egy kis magyarosságot lehet érezni a felütésnek. Emlékeztet minket az Opus 11-es triónak egy ilyen szintén ilyen népies jellegére. Thank you.
Ezért mindig csak kell reagálni valamit. Nagyon szépen köszönjük. Ez, én régen hallottam ezt a darabot, ez annyira meglepő. Szerintem ez az egyik ismérve a Beethovennek, nem? Igen, és ritkán játsszák, mert második héten nagyon hosszú. Emlékezni kell, hogy milyen variáció, de én mindenféle más variációt is belejátszottam, mert ugye ezt mindenki tudja, hogy a Beethoven koncertjére nem azért jöttek, hogy az ő darabjait hallják, hanem hogy hogyan improvizál főleg. Hát mint ahogy abban az időben mindenki valamilyen szinten biztos, hogy tudott improvizálni, vagyis egy kicsit a zeneszerző partnerévé vált, amikor játszott, és aztán később szerintem túl magasra tették bizonyos szempontból a zeneszerzőket, és nem mertek hozzányúlni az anyaghoz. És most aztán pláne így van, hogy ugye most ünnepeltük Beethovennek a 250. születésnapját, és ezért is szerintem nagyon sok hamis kép kialakult Beethovenről. Közben, ahogy játszottál, akkor is eszembe jutott, hát ugye miket szoktak mondani, ugye az ötödik szimfónia, ta-ta-ta-tam, és akkor ez az ilyen őrült már, félig süket, vagy teljesen süket, és ilyen meg nem értett zseni, akinek soha nem lett igazán boldog élete, és tragikus véget ért, és ahogy ebben a darabban is hallottuk, hogy mennyire más oldala is voltak, és egyébként, ha jól értem, akkor amikor ezt a szonátát írta, nagyjából a variációval egy időben letett. Igen. És ez nagyon jó, amit mondasz, és azt lehet érezni, hogy önmagát szórakoztatta legjobb értelemben. Tehát, hogy játszott az anyaggal, tehát ez abszolút nem volt merev, abszolút nem volt dogmatikus a komponálásban, szóval rendkívül változatosan komponált. Hát ami biztos, hogy azért forradalmi volt sok szempontból, ezt inkább számomra ez azt jelenti, hogy tágította a kereteket, és ahogy mondjuk egy Haydn is a maga módján a maga szűkre szabott kereit tágította, mert a formát is Haydn is, ez azt jelenti, hogy mondjuk megszokunk valamit, a könnyűzenében is van egy ilyen 2-4 ütemes egység, amitől egy kicsit olyan egyszerűbb lesz, a Haydn is ezt mindig átalakította, és aztán Beethoven úgy érzem, hogy ezt folytatta, ezt a Haydni utat, és kevésbé a Mozartit. A Mozart nagyon sok szempontból szintén újító volt, de speciál nem annyira formailag, mert ő azért megtartotta ezt a szinte könnyűzenei egységet. És a Beethoven minden egyes darabjával valahogy újraírta a zeneirodalmat, és amit most fogunk játszani, ez a harmadik cellószonáta, a sorozatban ez az utolsó, amit még nem játszottunk el. Korábban ugye már az utolsókat is eljátszottuk Fejérvári Zoltánnal, és aztán Berecz Mihályán pedig az első kettőt. Érdekesség az például nagyon sok minden ebben a darabban. Egy időben írta az ötödik, az említett ta-ta-ta-ta szimfóniával, és a hatodik is nagyjából ebben az időben készült. Az úgynevezett forradalmi korszak, igen. Eleve ugye a korszak is, ha már a hatodik szimfónia, a Pastorale, hogy a nevében is benne van, egy teljesen más arcát mutatja a zenének is, meg Beethovennek is, és a kamarazenei művei ebből az időből megint teljesen más hangvételűek. Majd a sorozatban el fog hangzani az egyik trió, amit nem sokkal a cellószonáta után írt, ami szintén teljesen más. De nyilván, mint ahogy minden ember nagyon sok oldalát tudja mutatni, egyik irányban, a családjában ilyen, a munkahelyén olyan, és Beethovennek ugye nem is volt igazán családja, de a saját világa az nagyon sokszínű volt, és szerintem hangulatember volt azért, ebben biztosak lehetünk, hogyha, hát meg számtalan történet van arról, hogy mennyire hirtelen indulattal volt teli. Ebben a darabban is ez látszik, ami nagyon fontos számunkra, és meg akartalak kérdezni Péter, hogy azt tudom, hogy megszeretted ezt a hangszert, ami egy fortepiano, aki a sorozatot már ismeri, az nagyon jól tudja, hogy miről van szó, de aki először látja, észreveheti, hogy ez nagyon más, mint egy hagyományos zongora. A mérete, a hossza az nagyjából ugyanolyan, mint egy hangverseny zongorának, de ami belül van, az nagyon-nagyon más. És neked milyen érzés ezen játszani, hogy esetleg erről mondanál egy pár szót? Hát van bizonyos történelmem a fortepiano kapcsolatban, Malcolm Wilson, amikor először Magyarországra jött, akkor én is részt vettem a kurzusain, tehát már van ismerettségem a hangszerrel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy az a legfontosabb, amit ki kéne emelni, hogy ez egy nagyon fontos kortörténeti hangszer a zongoristák számára.
Tehát ahol én tanítok, többek között Stuttgartban is, a zeneakadémián is tanítok, ott minden növendékemnek szinte kötelezővé teszem, hogy ilyen hangszereken legalább egy fél évet játszom. Olyan billentésbeli, olyan finomságokat tanulnak meg ezen a hangszeren, amit szerintem át lehet transponálni a mai Steinbeck bőzendőferek világába. Ez nem azt jelenti, hogy föl kell venni a parókát, és abban a ruhában kell játszani, amiben hát abban a korban előadták ezeket a darabokat, most ezt át vitt értelemben mondom, hanem igenis meg lehet tanulni olyan dolgokat billentés kultúrában, artikulációban, texturális világosságban, amit esetlegesen, vagyis hát nagy valószínűséggel a Steinway már sokkal nehezebb, a kiegyensúlyozottsága miatt, a nagyszabású hangzása miatt és hát a pedál egész másképpen való működésében. Hát azt a szonátában is, a zongora szonátában is hallhattuk, hogy van egy különleges pedál, ami az én kedvencem, esetleg azt megmutatod, hogy mi a különbség. Ez az úgynevezett moderátor pedál. Igen, majd lesz egy hely a harmadik tételben. Leállod, ez meglepetés ja. Lett volna, de... akkor csak simán mutatom, hogy ugye, ha így leütök egy akkordot a moderátor pedál nélkül, és ha leütöm a moderátor pedál. Ez egy egészen különleges hangzás, amit a mai modern, nyilván csodálatos Steinway-ek és fanciolik és mindenféle különleges hangszerek mást tudnak, ezt nem. És az az érzésem, hogy Beethoven, ugye szokták mondani, nagy zongoristák is, hogy hát minek egy ilyenen játszani, hogyha van egy Steinway. Most idéztem is híres zongoraművészeket. Mit gondolsz erről, hogy azért ez tud valamit, amit a maiak nem, ugye? Hát mindenképpen tud. A kérdés ugye az, hogy a mai fülünkkel, a mai világunkban, ugye abban a korban kocsival és lovakkal utaztunk, és nem Ferrari-kkal, és sem. Szóval másképpen hallunk. De a darabok megértéséhez, ez a legfontosabb számomra, egy kulcs ilyen hangszerekkel való munka. Én is ezt tartom nagyon fontosnak, hogy az egész sorozat ezért jött létre, hogy közelebb kerüljünk magához Beethovenhez is, és ehhez a világhoz. Mert az az érzésem, hogy ha bár már lehet, hogy itt már nem olyan jól hallott Beethoven, de mégiscsak nagyon pontosan tudta, hogy mire komponál. Ezt onnan is tudjuk, hogy vannak olyan szonáták, ahol bizonyos hangokat már nem lehet lejátszani egy korábbi típusú hangszerrel. Egyébként annyira furcsa élete volt ennek a zeneszerzőnek, hogy nagyon sok helyen lakott. Ugye voltak az úgynevezett szponzorai, akkor még nem így hívták, hanem mecénásai, és hol az éppen egy kastélyban leledzett, mondjuk az Erdődi Máriánál, vagy valahol nem is lehetett néha tudni, hogy hol van a Beethoven, mert annyi helyen lakott. Ez azt jelenti, hogy mindenhol más hangszer volt eleve. De nagyon fontos, hogy ez a típusú hangszer, ez a Bécsben meghonosodott fajta. Az egyik jelentősége a korábbiakhoz képest, hogy szélesebb volt a hangterjedelme, amit a mostani szonátában is nagyon-nagyon jól hallhatunk, de azért, hogy ne csak a zongorára beszéljük, ugyanis ezt a szonátát a cselló kezdi, nem ez az egyetlen. Ez szintén egy kicsit meglepő, az, hogy egy olyan művet, ami két hangszere íródott, csak az egyik kezdi el. Ahogy az előbb is a variációban azonnal együtt játszottunk és egymásra reagáltunk. Ebben a darabban van talán a leginkább megvalósítva az, hogy a két hangszernek mindenféle tulajdonságát Beethoven teljesen kiaknázza. Szabad itt közben szólni, ezt nagyon jól mondtad egyszer, hogy a cselló emancipációjáról van szó, azon, hogy szólóban kezdheti. Hát szerintem ezt te mondtad, de köszönöm szépen. Szóval arról van szó, hogy igen, a cselló méltó partnere lesz a zongorának. Holott előtte azért például Mozartnál nagyon nagy zeneszerző, de én azt nem szeretem benne, hogy a csellót azt így negligálta eléggé, nem írt Mozart csellószonátát. Hát most már nem is fog sajnos, de hát ha még előkerül. Szóval a Beethoven nagyon sok művet írt csellóra, vagy amikor a csellóra írt bármilyen műben nagyon nagy jelentősége van. Szóval most amit érdemes megfigyelni, az, hogy milyen széles skálát tud lefesteni, vagy leírni a zeneszerzőt. Persze most kielemezhetnénk, de ezt nem fogjuk, mert ezt mi már megtettük azt a részét. Még azt is hozzátehetnénk, ugye, hogy a párbeszéd a két hangszer között.
Tehát teljesen egyenrangúan képviselik az anyagokat, egyenrangúan dialogizálnak. Amit még a Pétertől tanultam, hogy ha bár van ez az úgynevezett ilyen heroikus, hősies Beethoven, amiről már beszéltünk, hogy ez mennyire tipikus, hogy itt mennyire nem csak ez van. Rögtön, ahogy elkezdődik a darab, az egy nagyon intimis, érzelmes téma, ami egyébként, hogyha valaki nagyon utána akar nézni, akkor ezek a hangok végig követhetőek az egész darabban. Hogy felvázoljuk az egész műnek a formáját, hogy megint csak tudja a kedves hallgató követni. Az első tétel egy tipikus szonáta forma, és nyilván vannak benne kalandozások, mint mindig Beethovennél, de alapvetően egy hagyományos szonáta formában íródott. Aztán következik egy scherzo, amit a szimfóniából is jól ismerhetünk, ami általában nem úgy, mint korábban egy menüet, mert ez egy tánctételnek az utódja. Nagyon gyors pörgő tételről van szó, a scherzóban mindig van egy visszatérés, mert a közjáték, ami itt egy, hát minek hívjuk ezt, ez is egy kicsit ilyen népiesebb jellegű, de folyamatosan van benne egy motor, amit vagy a zongora, vagy a cselló ad elő, ami kicsit mint a Pastorale szimfóniában is vannak ilyen elemek. Ami izgalmas, hogyha valaki elkezdi számolni, itt hogy hányszor tér vissza a téma, akkor hát sokáig fog számolni, mert ez egy különleges scherzo ilyen szempontból, később is írt ilyeneket Beethoven, de talán ez az egyik első ilyen hosszabb scherzo, hogy annyira tetszik neki, hogy még egyszer is, még egyszer is, még egyszer, emiatt már nem is tudjuk, hogy vajon most még folytatjuk. Kicsit az őrületbe kergeti, az előadókat is egyébként ezzel. De szerintem a hallgatóságot nem. És hogy hány tételes ez a mű, megosztanak a vélemények, ezért én nem is foglalok állást, mert következik utána egy lassú rész, ami lenne a lassú tétel, de nagyon rövid lesz, és olyan, mintha csak egy átvezetés lenne. És aztán pedig egy virtuóz és nagyon vidám és játékos záró tétel van, ahol aztán megmutatja mindkét hangszer, hogy mire képes. Thank you.
Thank you.
Beethoven A-dur szonátája, az opusz 69-es. Ezzel így a sorozatban az összes cselló szonátát eljátszottuk, de azért még lehet, hogy viszont hallhatjuk valamelyiket. Mivel ez egy sorozat, ezért szerencsére folytatni is fogjuk, és a legközelebbiből annyit elárulok, hogy egy világpremiér lesz, ami direkt erre a hangszerre íródott, és nekem van ajánlva, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy Balogh Máté szerzeményét előadhatjuk. És a partnereim Berecz Mihály, Misi lesz, és Lesták Bedő Eszter, akivel egy triót is elő fogunk adni. De mivel ez online koncertsorozat, ezért nyugodtan visszanézhető az előző két koncert is, és remélem, hogy találkozunk még. Köszönjük szépen!